Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen arra, és megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját kapcsolja ki. Köszönöm szépen. Ha bárkinek kérdése van, jelenlévőknek mondom, akkor tessék fölírni, és a szünetben majd válaszolunk a kérdésre. Aki interneten hallgat engem, illetve néz, az természetesen tud nekem üzenetet küldeni. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Meg is nézem, rendben van. Rendben van. Jó, hát azt írják, rendben van. No, akkor kezdjünk neki. Szeretnék bemutatkozni, mármint úgy értve, hogy a nevemet már mondtam, Budapesten élek, családommal, feleségemmel most már több mint 30 éve vagyunk házasok, vagy 31. Van két fiú gyermekünk, akik még velünk élnek. 1987-től foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, 93-tól vezetek, tanítok embereket. És azóta volt szerencsém nagyon-nagyon sok ember tanításában, vezetésében részt venni, és rengeteg embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget itt az elmúlt időszakban. Hogy mikortól volt ez az időszak, még fogok róla beszélni. Én a szemléletesség kedvéért használom ezt a technikai eszközt. Szeretnék föltenni egy-két kérdést. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ? Kezeket? Oké, köszönöm szépen. Hát ön mit szeretne a hátralévő életében? Elérni a vágyait, vagy elveszíteni? Ki az, aki elérni szeretné a vágyait? Köszönöm szépen. Nyertesek közé akar tartozni, vagy a vesztesek közé? Ki az, aki a nyertesek közé szeretne tartozni? Köszönöm. Van, aki két kézzel jelentkezett. Családjával szeretné tölteni az időt, vagy a főnökével? Ki az, aki a főnökével szeretné tölteni az időt? Senki? Ja, van, aki egy. Ezzel a főnökkel? Oké. A készpénzre szeretne megvásárolni bármit, vagy adósságcsapdába kerülni. Ki az, aki készpénzre szeretne megvásárolni dolgokat? Köszönöm szépen. Elégedett nyugdíjasként élni, vagy ingyen konyhán vagy sorba állni? Melyik a jobb? Első vagy a második? Ki az, aki elsőre szavaz? Köszönöm szépen. Gyerekeire költeni a pénzét, vagy gyógyszerre? Ki az, aki inkább a gyerekeire szeretné költeni, vagy az unokáira? Köszönöm szépen. Unokákkal önfeledten majd játszani az orvos, vagy az orvosi rendelőben várakozni, tehát nem az orvosi rendelőben játszani, hanem a gyerekeivel játszani, illetve az orvosi rendelőben várakozni. Ki az, aki mondjuk az elsőt választaná inkább? Kezeket? Köszönöm szépen. No, hát miért mondtam ezeket? Mert a Problem Prevention Holding, a PPH az egyetlen szervezet, ahol ezeket biztosan elérheti. Tehát van sok szervezet a világon, ahol elérheti, csak nem biztosan érheti el. Amit a PPH nyújt, 22 éves magyar szervezetként nyújtja. Tehát egy 22 éves szervezetről van szó, és amit csinálunk, az teljesen egyedülálló. Egyébként 4 különböző területen lettünk piacvezetők, és ezeknek a tapasztalata alapján tesszük a dolgunkat. Egy olyan új és teljesen egyedülálló lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Vajon mi lehet, ami emberiség életében nagy hiány tölt be? Problémák megelőzése, illetve megoldása, élethelyzetek helyes kezelése, elég pénz teremtése, ez nagy hiány. Na vajon miért nagy hiány? Nézzük. Beszéljünk erről egy kicsit. Úgyis rég beszéltem erről. És gondoltam, most fogok egy kicsit erről beszélni. Tehát azt mondtuk, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, ami felé megy a világ. Ugye ezt mondtuk. De miért megy helytelen irányba a világ? Beszéljünk erről egy kicsit. Jó? Ki az, aki hallott már olyanról, hogy mennyek, meg pokol, kezeket?
És mit mondták a pokollal kapcsolatban? Hogy ott meleg van, nem? A pokolban meleg van, ott nagy a hőség, így van. És a pokol lakói érdekes módon a nagy hőséget szeretik, nem? De érdekes, nem fura? Na mindegy, menjünk tovább erről a gondolatról. Csak úgy elgondolkoztatott ez a kérdés egyszer. Na, lényeg az, hogy az ember hogy működik, nézzük meg gyorsan. Tehát az ember úgy működik, hogy ha rossz állapotban van, akkor befolyásolható mentálisan, ha jó állapotban van, akkor is befolyásolható mentálisan. Tehát így működik az ember. Csak ha jó állapotban vagyunk, akkor magas frekvencián rezgünk, ha rossz állapotban vagyunk, alacsony frekvencián rezgünk. Na most, akik mentálisan befolyásolnak embereket, azokat úgy csinálják, hogy egy bizonyos frekvenciára ráállnak, és azon a bizonyos frekvencián tudják azokat a személyeket befolyásolni mentálisan, akik azon a frekvencián rezegnek. Na most, tehát például egy hipnotizőr úgy hipnotizálja az embereket, hogy van egy olyan érzése, érzéke, ez egy ilyen, tudom, hetedik érzék, mondhatnánk, hogy hatodik érzék az ő esetében, ahol érzékeli a hipnotizált landó személy frekvenciáját, és egyszerűen arra a frekvenciára rááll, és képes azt a szemét befolyásolni, mert egyszerűen egy adást nyom azon a frekvencián, és az illető azt csinálja, amit azon a frekvencián kap. Na most, ha az ember rossz állapotú, akkor alacsony frekvencián ezek, hosszú hullámon, úgy is lehetne mondani, tehát az amplitudó az ritkán van. Tehát hogyha jó állapotban van, akkor meg magas frekvenciára ezek, ami azt jelenti, hogy sűrűn vannak az amplitudok. Na most, miért fontos ezeket tudni? Azért, mert ki az, aki valamilyen szinten hisz a teremtésben? Ezeket? Oké. No, mindenki föltette a kezét a teremben. Tehát akkor hiszünk a teremtésben. Tehát akkor el tudjuk azt fogadni, hogy vannak, tehát hogy minket teremtettek, nem? Na most. Tudni kell, tudni érdemes, nem kell, érdemes tudni azt, hogy a teremtőnek, vagy a teremtőinknek magas a frekvenciája, magas a rezgése. Tehát magas, ők magas frekvenciára rezegnek. Ezt érdemes tudni. Na most, hú, nem írtam föl azt a szót, amit föl kellett volna írni. Na majd eszembe jut és felírom. No, lényeg az, hogyha az ember magas frekvenciára ezek, na most még mielőtt erre rátérnék. Kérdés. Ki az, aki úgy gondolja, hogy a teremtő vagy a teremtőnk az jót akar nekünk? Kezeket? Oké. Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem akar nekünk rosszat? Oké. Jó, tehát mindenki vette az adást, mert mindenki mind a kétszer feltette a kezét. Szuper. Nagyon jó. Tehát akkor jót akar nekünk, nem akar rosszat. Tehát, hogyha ő neki lehetősége lenne, hogy jóra befolyásolja önt, akkor megtenni? Tehát ugye a teremtőnk, vagy a teremtőink, vagy a teremtőnk képes arra, hogy befolyásolja az embereket. Most azért mondom itt egyes számba, többes számba, mert a legtöbb ember, akit valamilyen vallási tanítás ért, vagy olvasott, hát az is érte.
azt gondolja, hogy van egy teremtő az egész világ mindenségben. Ehhez képest a vallások különböző teremtőket imádnak, de hát ez egy dolog. Na most az én hitem, nem hitem szerint, tudásom szerint, nem hitem, tudásom szerint, tehát én azt tudom, tehát úgy tudom, honnan nem tanultam, nem. Azt az infót kaptam, honnan, nem a netről, nem a tévéből, nem valami könyvből, azt az infót kaptam, hogy mindenkinek van saját teremtője. Mindenkinek van saját teremtője. Na most, onnantól kezdve én szívesebben beszélek a többes számról, tehát az azt jelenti, hogy teremtőink vannak. Benne is van a nyelvünkben, én Istenem, jó Istenem, ugye az egyik imába, tehát ott van benne, hogy én is, te nem. Tehát az azt jelenti, hogy az én Istenem, az nem a te Istened, ott van benne. Tessék kielemezni a szót, és benne van a kifejezésben, hogy az én Istenem jó Istenembe, a jó Istenem az nem a te jó Istened. Ott van benne. Tehát azért mondom, hogy te, mert ugye nem magázodnak ebben az én Istenembe, jó Istenembe, hanem tegeződnek. Egyébként a magyar nyelvről jó, ha tudjuk, hogy az osztrákok vezették be a magázódást. A magyar csak tegező formában működött régen. Magázódó formája nem volt. Jó? Tehát nem volt magázódó formája. Tehát jó, ha tudjuk, hogy ez így volt. Tehát minden, ami a ősiségből ered, az tegező formában érkezik és jön. No, szóval a lényeg az, hogy magas frekvencia, mindenkinek van saját teremtője, tehát a saját teremtő az mit csinál? Hát szeretné, hogyha ő jó úton haladna, és ehhez, hogyha jó állapotban van, akkor képes arra az önteremtője, hogy önt befolyásolja. Jó irányba. De hát hol van, hogy befolyásolni tudja? Nem itt van, és mégis tudja befolyásolni. Tehát nem itt van, és mégis tudja befolyásolni. Ugyanis úgy működik, hogy a magas frekvencia az egyenes vonalba terjed, és a mágneses tér nem görbíti el, nem téríti el, de nem halad át a tömegen. Tehát a tömegen nem halad át. Tehát azt jelenti, hogy a tárgyakon, vagy egy bolygón például nem tud áthaladni. Tehát egy bolygó útba van, akkor nincs vétel. Ha nincs útba, akkor mehet akár több fényéven keresztül az a mentális frekvencia, amit küld a teremtője. Tehát hogyha ön mondjuk, az ön teremtője mondjuk 6 fényévnyi távolságra van öntől, és csak így ilyen pislákoló csillagot lát, és abban a naprendszerben van, ahol az a pislákoló csillag van, ott van egy bolygón az ön teremtője, csak most mondtam egy példát, akkor is az ön mentális, az ő mentális frekvenciáját el tudja küldeni, és be tudja folyásolni az ön, tehát önt be tudja folyásolni akkor, ha jó állapotban van. Rossz állapotban nem, mert ez olyan, mint a telefon, hogyha két különböző frekvencián működik egy-egy telefon, akkor nem tudnak kommunikációban lenni egymással. Tehát önnel úgy tud kommunikációban lenni, hogy a magas frekvencia az iszonyú nagy távolságokat képes egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt áthidalni. Nem fénysebességgel tud áramolni, hanem annál jóval nagyobb sebességgel. Tehát a fénysebesség az ahhoz képest lassú. Na szóval lényeg az, hogy képes arra, hogy önt mentálisan befolyásolja, jó állapotban van. Tehát az ember az képes a befolyásoltságra.
mi miatt vagyunk képesek? Amiatt, hogy van egy olyan testünk, amit úgy szerkesztettek meg, hogy az ember erre képes legyen. Tehát ezt így szerkesztették meg, ezt a testet. Így konstruálták, így kísérletezték ki, hogy ez a test ez képes legyen a befolyásolásra. Ezt pozitív céllal csinálták azért, hogy tudjanak nekünk segíteni a küldetésünkben. Fázol? Kicsit? Kicsit följebb rakom, jó? Jó. Meg ezt is egy kicsit följebb. Oké. Na szóval, miért kell, lehet, hogy, na most olyan dolgokat mondok, amit nem fog felelni az interneten keresztül, főleg nem ilyen részletesen, jó? És olyan részleteket is fog hallani, amit soha senkitől még biztos, hogy nem hallott. Tehát lényeg az, hogy kapcsolatban van az ön teremtője önnel, de csak akkor tudja ön befolyásolni, ha jó állapotban van. Na most ugye miért ott tartottam, hogy miért konstruálták így a testünket? Azért, mert mi egy olyan lélekkel rendelkezünk, amely teremtői lélek. Tehát, hogyha ő nem ebbe a testbe lenne, akkor képes lenne gondolatátvitellel teremteni. Mentálisan teremteni. A teremtésnek az a lényege, hogy szerkezeteket nem tudunk teremteni, de anyagot igen, tudnánk teremteni, ha nem ebbe a testben lennénk. Na most azért vagyunk ebbe a testbe, mert olyan dolgokat követtünk el, amit nem kellett volna elkövetni, és ezért mondhatjuk azt, hogy száműzve lettünk. Tehát teremtői létben nincs gyilkosság, száműzetés az van. De száműzetés csak úgy van, hogy ön azt gondolta, tehát ön megállapodott a teremtőjével, hogy ön kipróbálja azt a létet, ami itt van a bolygón. Tehát ön úgy lett száműzve, hogy ebbe beleegyezett, nem tudom, világos. Tehát nem kényszer száműzetésben van. Egy beleegyezett száműzetésben. Tehát ön beleegyezett a saját száműzetésébe, többek közt én is. És lényeg az, hogy ide lettünk száműzve tanulási célzattal. Hogy megtanuljunk olyan dolgokat, amit abban a társadalmi formában nem lehetne megtanulni. Tehát inkább úgy mondom, hogy csak elméletben lehetne megtanulni. Tehát gyakorlatban nem. Tehát iskolában tanulhatná, de gyakorlatban nem tudná tanulni, mert ott nem léteznek azok a dolgok, amik itt léteznek. Tehát ott nem létezik olyan, hogy bűn. Nem létezik olyan, hogy utálat, harag, stb. Stb. Oké? Okay. Nincs olyan, hogy gonoszság, nincs olyan, hogy elnyomás, és önnek ezeket a saját bőrén azért kellett, hogy ide leszülessen, azért születtünk ide le, hogy a saját életünkben megtapasztaljuk. Mert ezt csak tanulhatnánk. És az ember teremtői létében, nem ember, bocsánat, a teremtői létében ön olyan helyzetben volt, hogy ezt nem hitte el, hogy ez így működik. Nem tudom, világos-e. Tehát egy lény, ha tanul, akkor vagy hiszi azt a dolgot, amit tanul, vagy nem hiszi. Ha kézzelfoghatóan nem tudja megtapasztalni, akkor csak hiheti. Érthető? Na most
Azért, mert ő nem hitte el, hogy ilyenek léteznek, ezért azt gondolta, hogy jó, akkor most eljövök, megtapasztalom saját magam. Érthető ez? Csak az a baj, hogy innen akkor tud távozni, ha nagyon akar innen távozni, tehát nagyon szeretne ebből a fajta működésből távozni, és szeretne teremtőként működni, és mentálisan eljut, szellemileg eljut arra a szintre, hogy képes legyen arra, hogy ne ártson, ne mulasszon, és kellően alázatos legyen. Tehát ne ártson, ne mulasszon, és kellően alázatos legyen. Ha ezt megtanulja a saját bőrén, és megtanulja, hogy miért fontos ez, tehát miért fontos? Nem csak meg kell tanulni valamit, rá kell jönni, hogy miért fontos, amit megtanulunk. Akkor juthat el egy olyan mentális szintre, hogy már nem kell ide újra születni. Tehát ő nem csak megélte tehát, vagy megtanulta, hanem meg is élte azokat a dolgokat, amit nem élhetett meg teremtői mi voltában. Mert ott nem léteztek azok a dolgok. Érthető? És ön azt mondta, hiszem, ha látom. Hát most látja. Látja, hogy van elnyomás, látja, hogy van gonoszság, látja, hogy van gyűlöle, stb. Stb. Most már elhiheti, hogy van, létezik. És mennyire fontos az, azt is elhiheti, hogy mennyire fontos az, hogy az ember jó legyen, és képes legyen szeretetre. Nem az ember, inkább úgy mondom, hogy egy értelmes lény. Mert hogy most ember mi voltja van, az egy dolog, az csak egy, hát remélem egy átmeneti állapot. Az ön számára is. Tehát ön, ha túlél, nem emberként fog túlélni, de emberszabású lesz. Csak nem emberi lényként. Nem ilyen satnyok is 80 éveket fog élni, hanem ilyen sok ezer évet. Más minőségű. Gondol valamire, és ezt meg tudja teremteni. Nem annyi idő alatt, mint itt a bolygón, hanem sokkal hamarabb. Mondjuk azonnal megteremtődik. Vajon jó lenne? Na ezért nem gondolhat rosszra. Világos ez? Mert önnek olyan képessége lenne, hogy gondol valamire, és az megteremtődik. És akkor képzelje, a rosszra gondolna. Hát akkor most próbáljuk ki, hogy mi van, a rosszra gondolok. És akkor ön létrehozna ott egy csomó rossz dolgot. Tehát egy teremtőnek még gondolata sem lehet rosszal, mert megteremtődik. Nem tudom, világos ez. És akkor gondolja végig, hogy mennyire fontos, hogy az ember elsajátítsa a jót, a szeretetet, a jóságot, a másokkal való pozitív dolgokat. Oké? No, tehát ez a pozitív része. Nézzük a másik felét, mert minden éremnek két oldala van. Az ember nem csak erre képes. Úgy lettünk kikísérletezve, hogy rossz állapotban is tudunk lenni. Ha rossz állapotban vagyunk,
akkor viszont hosszú hullámokon. Hát nem gyorsan változó amplitudójú frekvenciával, hanem lassan változó amplitudójú frekvencián kezdünk el rögtön rezegni. Na most az azt jelenti, hogy abban a pillanatban megszűnik a kommunikáció a saját teremtőjével. El van vágva. Igen ám, de vannak olyan lények, akik alacsony frekvencián rezegnek. És ezek az emberiség ellenségei. Nem csak az emberiség, hanem a teremtőink ellenségei is. Ezek, ők annak idején úgy lettek teremtve, hogy kísérlet volt az is, aztán lettek ilyen lények teremtve kísérletből. Aztán rájöttek, hogy ezeket a lényeket nem kéne tovább teremteni, csak akkor már késő volt. Mert megteremtődtek. És ezek a lények alacsony frekvenciára ezeknek, és ezeknek a legrosszabb verziójuk ragadozó típus. Ugye mi emberek, hát olyan mindenevők vagyunk a fogazatunkból, na ők nem mindenevők, hanem ragadozók. Húsevők. Tehát a legrosszabb ebből a típusból. És akkor ez úgy lett, hogy létre lettek hozva ezek annak idején, mint értelmes lények, és akkor onnantól kezdve a teremtőinknek, akik hasonlítanak hozzánk, vagy mi hozzájuk, inkább úgy mondanám, nek az ellensége lettek ezek a fajta működésű lények. De ez természetes dolog. Miért? Nézzük meg a saját életünkben. Ki az, aki volt már jó állapotban kezeket? Jól érezte magát. Na, akkor magas frekvenciára ezget. És ha akkor találkozott egy rossz állapotú emberrel, biztos, hogy nem jött ki vele. Tuti. Tehát a magas frekvencia az alacsony frekvenciával nem jön ki, meg kioltják egymást. Érthető? Tehát egy magas frekvenciájú lény egy alacsony frekvenciájú lénnyel nem tud együtt lenni egy légtérben, mert egyszerűen taszítják egymást. Érthető? És amikor ez a két faj összetalálkozik, ott mindig háborúskodás van. Mindig konfliktus van. És nézze meg, kik azok, akik mondjuk az alacsony frekvenciájú lényekkel, földi lényekkel jól el vannak? Hát az alacsony frekvenciájú emberek. Tehát a rossz állapotú emberek. Egy jó állapotú ember az alacsony frekvenciájú lényekkel tartósan nincs el. Tehát nincs el velük. És ezek a lények ugyanúgy szaporodnak, meg ugyanúgy magas képességekkel rendelkeznek, mint a teremtőink, hiszen teremtői képességeket adtak nekik. Tehát ugye ez a kísérlet, mondhatjuk, a teremtőink részéről túl jól sikerült. És azóta ők az univerzumban ellenségei az isteneknek. De ők is istenek sajnos, csak negatív isten. És ezeknek lehet képviselőjük, lehet vezetőjük, akit úgy hívnak, hogy sátán. Így van, sárkányisten. Sárkányisten, röviden sátán. Ő a vezetőjük. És annak idején is volt egy háború, hát még Atlantis időkben. Hát az nem most volt, pár tízezer évvel ezelőtt. Majd mostanában is volt egy ilyen összetűzés, egy Chatepaté, egy olyan csak nem száz, több mint száz éve.
és mind a két csetepatét hála Istennek a teremtőink nyerték. És ugye az Atlantis időkből ugye elmenekültek konkrétan a bolygóról ezek a lények, ezek egyébként hüllőszerű lények, úgy is hívják őket, hogy reptoidok, reptiliánok, tehát reptiliánok. A raptorhoz, ha valakinek ez mond valamit, a velociraptorhoz hasonlító lények, igen. Igen, tehát a velociraptorhoz hasonló, tehát azt, ahhoz hasonlító lények ezek. Na most, ők szertettek olyan technikára, amivel az alakváltásra is képesek. Tehát vannak olyan technikai eszközeik, hogy képesek az alakváltásra. Tehát ránéz valaki, és akkor embernek látja. Reptiliánok. Na most Atlantis időben volt egy nagy csata, a nagy része az ugye elpusztult, a másik nagy része elmenekült. A Drakon bolygón van a hazájuk. Jó, tehát Drakon bolygó. Tehát visszamentek a saját hazájukba. Ez innen jó messze van, úgyhogy nem kell félni, hogy ide jönnek. De egy kis csoport lemenekült a föld alá. De ne úgy értsük, hogy közvetlen ide a föld alá, föld felszíne alá, nem, hanem több kilométer mélyre. Ezeknek köszönhető, hogy azóta az emberiség misztériumában ott van jelen a pokol. Ott van jelen a pokol. És a rossz embert leviszik a pokolba, ugye, ami a föld alatt van ábrázolva mindenütt. A jó ember meg felkerül a mennyekbe, a teremtőkhöz. Nem véletlen. Ez egyáltalán nem véletlen. Na most ez nem így van, hogy a rossz embert leveszik a pokolba, de nézzük meg, hogy működik a rossz ember dolog, jó? Na most. Ezek a reptiliánok, tehát a föld alatt vannak, a föld belseje az nem teljesen tömör. Vannak benne hatalmas üregek. Tehát hatalmas üregek, amiben kolóniákat tudtak létrehozni. Tehát létrehoztak települést, várost. Tehát ők hozzánk képest kevesen vannak, és sokkal lassabban szaporodnak. Tehát az emlősök gyorsabban szaporoznak jóval, mint a hüllők. De tovább élnek a hüllők, mint az emlősök, így van, átlagosan. Tehát ők is több száz évig élnek. Tehát egy hüllő az több száz évig él. Na most ezek a hüllők vissza akarják szerezni a bolygót. Ők itt éltek. Vissza akarják szerezni. És nagyon jó mentális képességekkel rendelkeznek. De a magas frekvenciájú embereket nem tudják hipnotizálni, csak az alacsony frekvenciájukat. És ezt meg is teszik. Aki rossz állapotban van, és számukra hasznos, mert olyan pozícióban van,
arra rákapcsolódnak a frekvenciájára, és elkezdik irányítani. És onnantól kezdve az az illető elnyomóként működik. Hát az azt jelenti, hogy olyan dolgokat tesz, ami a környezetében lévő embereknek biztos, hogy rossz. És akkor létrehoztak olyanokat, hogy rákapcsolódtak családokra, tehát férfeleségre. Ugye rossz állapotban lévő férfeleség. Nek milyen gyereke fog születni? Hát hamar rossz állapotú lesz a gyerek. És onnantól kezdve kis gyerekkortól rákapcsolódnak gyerekekre. És már úgy nő föl a gyerek, hogy végig ott van a mentális befolyás. Ugye annyit érdemes tudni az alacsony frekvenciáról, hogy ez áthatol a tömegen, de nem megy ki a bolygó mágneses teréből. Tehát mágneses teren belül marad a hosszú hullám. Tehát ezért a Föld gyomrából nyugodtan tudják ezt a képességüket használni. Tehát ha olyan befolyás sok van már két személyen, mondjuk egy házaspáron, amely befolyással bír mondjuk egy országra, mondjuk ő a miniszterelnök, és az illető miniszterelnök nem túl jó állapotban van, mondjuk rossz állapotban van, mint ami így is szokott lenni, akkor szépen már előtte megszállták, hát nem kellett. De sok esetben akkor szállják meg, mikor miniszter lesz. Ezért van az, hogy normális emberek, mikor pozícióba kerülnek, megváltoznak. Ugye mindig furcsálják az emberek, hogy miért változnak meg emberek, és akkor ilyeneket találnak ki, hogy mert, hát azért, mert kijön belőle az, ami ténylegesen. Mert ugye a hatalom kihozza azt, ami ő ténylegesen. Hát fészkes fenét? Nem. Tehát egy jó ember az jó ember marad, akár mekkora hatalma lesz. De mivel ugye olyan pozícióba kerül, és olyan tanácsadói vannak, és olyan dolgokat lát és hall, ami miatt rossz állapotba kerül, fogják, átveszik az irányítást a tudata felett, átveszik az irányítást, és az illető elkezd olyan dolgokat cselekedni, amire a választópolgárok nem is számítottak előtte. És ugye ő ezt a hangulatát hazaviszi. Ezáltal a feleségének is rossz állapota lesz. Rákapcsolódnak a feleségre is, azt is befolyásolják. Ha születik mondjuk ebben az időszakban egy gyerekük, akkor arra is hamarosan rákapcsolódnak, hát két rossz állapotú szülőnek előbb-utóbb rossz állapotú lesz a gyereke, vagy ha már van gyerekük, akkor mivel szintén két rossz állapotú szülő neveli azt a gyereket, az a gyerek előbb-utóbb tuti rossz állapotú lesz, rá tudnak kapcsolódni, és az örökös, az utód, aki netántán még idézőjelben örökli is azt a pozíciót, ha nem is öröklési szabályok szerint, hanem azért, mert úgy válasszák meg, hogy annak a, mint a Bush, meg a Bush papa meg a gyereke, mind a kettő elnök lett, azért, mert Bushnak hívták a másodikat is.
És így ugye arra is rá tudnak a gyerekre kapcsolódni, és amikor ő is olyan beosztásba kerül, akkor ő is szépen tudja tönkretenni a szociális embereket. Na most ők az emberiséghez képest pár százmillióan vannak a Föld alatt. Tehát akkor képzeljük el, hogy azért nem kis üregek vannak ott a földgyomrában. Honnan tudjuk, hogy pár százmillióan vannak? Azért, mert az emberiséget pár százmillióra akarják lecsökkenteni. Miért akarják az emberiséget pár százmillióra lecsökkenteni? Mert annyit tudnak manipulálni. Többet nem. Tehát annyit tudnak manipulálni, ahányan vannak. És akkor ők átvennék a hatalmat az emberiség fölött. Na most, tehát akik olyan dolgokat tesznek a bolygón, ami a népnek rossz, ez lehet államfő, ez lehet multinacionális cégtulajdonos, ez lehet multimilliárdos. Most már tudjuk azt, hogy mind hipnotizálva van ezek által, a lények által. Mind, kivétel nélkül. És ők nem is tudnak róla, mert ezek az emberek nem tudnak róla. Tehát egy hipnotizált nem tudja, hogy őt hipnotizálják. Nem tudja. És ezért van az, hogy ezeket az embereket nem is látjuk jó állapotban sose. Mert egy hipnotizált ember azt olyan állapotban tud lenni, amire hipnotizálják. Érthető? Tehát ők soha nem lesznek jó állapotban. Megnézzük például a főpapokat. Főpapokat. Ön már látott jó állapotú főpapot? Na, én még nem nagyon. Hát ne azt nézzük, tehát a keresztény vallásokat nézzük, jó? Tehát amit úgy közel van hozzánk, az a kereszténység van közel, ugye? Tehát ezen a környéken ugye a keresztények vannak többségben, és megnézzük, ugye hát ott nem is úgy hívják, hogy ugye, hogy pap, hanem láma. Tehát az más. Jó, de megnézzük a főpapokat, akkor azt látni, hogy ritka a jó állapotú főpap. Tehát ritka. Tehát most nem a legfelsőbb papot mondom, mondjuk a pápát, hanem mondjuk egy püspököt. Alatta. Tehát ugye mivel nincsenek jó állapotban, szépen rácsatlakoznak, utána jön a szavazás, azt szavazzák, amit ők akarnak, mert hipnotizálás alatt szavaznak. Amelyik nincs hipnotizálva, mert jó állapotú főpap, az nem rúg labdába, mert kisebbségbe lesz. És így megszavazzák a vallási vezetőket. És azt szavazzák, aki biztos, hogy hipnotizálás alatt van. Elég régen foglalkozok emberekkel, hát most már 10-28 éve. Hát nem most kezdtem.
tömegesen emberekkel 91 óta foglalkozok, az is már akárhogy nézzük 24 éve, és megtapasztaltam azt, hogy lehet valaki akármilyen rossz állapotba, hát nem akármilyen, mert azért nagyon-nagyon rossz állapotban ezek nincsenek, tehát nem apátiás szinten vannak, vagy nem bánat szinten vannak, hanem a fölött. Na most, tehát egy a fölötti, mondjuk egy ilyen haragos, ellenséges ember időnként tud mosolyogni. Sőt, föl tud venni egy olyan szociális hangulatot, hogy látszólag mosolyog. Sőt, szemébe tud nézni az embereknek, mert egy ellenséges ember simán szemébe néz bárkinek, csak nem barátságosan. Tehát még arra is képesek, hogy szemében nézzenek az emberek, szembenézzenek az emberekkel. Csak a mosolya az nem barátságos. Illetve nem a mosolya, a nézése. A mosoly az barátságos, csak a nézése, mert azt megtanulja, hogy hogyan kell barátságos mosolyt mutatni. Rengeteg ilyen emberrel találkoztam, aki fölvesz egy szociális hangulatot, azt mutatja magáról, hogy ő milyen jó, viszonylag jó állapotban van, közben közel nincs. Közel nincs olyan állapotban. Megtapasztaltam, megláttam, megtanultam olyan dolgokat, amit nagyon kevesen a bolygón. És lényeg az, hogy ezek a fajta emberek, akik hipnotizálás alatt állnak a reptiliánoktól, ezek maguk, fogalmuk nincs, hogy mi van velük, egy belső indítatásból érzik azt, és úgy gondolják, hogy helyesen cselekednek. Tehát minden cselekvésükre úgy gondolnak, hogy ők teljesen helyesen cselekednek. Gyakorlatilag az összes olyan vezető a bolygón, aki befolyással bíró vezetésben tevékenykedik, és nem jó állapotú, az mind már az ő befolyásuk alatt áll. Mind kivétel nélkül. Beleértve a politikusok zömét. És akkor így most már ön érti azt, hogy miért van elnyomás a bolygón. Tehát mondhatjuk azt, hogy értjük ezt a témát. Mert itt arról szól a történet, hogy akkor nézzük csak. Melegszik a bolygó? A pokolban milyen idő van? Meleg, bizony. A hüllők milyen időjárást szeretnek? Melege. A hüllők nem szeretik a hideget. A hüllők nincsenek el a hidegben. Egyetlen egy hüllőfaj sem található az északi sarkkörön belül. Egy se. A hüllők a meleget szeretik. Nekik az 50 fok árnyékban az ideális hőmérséklet. Akkor most már tudjuk, hogy miért csinálják azt, hogy melegedjen a bolygó. Tehát emberek miért csinálják, mert nem a reptiliánok csinálják, hanem az emberek csinálják, hogy melegedjen a bolygó. De a reptiliánok hatására csinálják, hogy melegedjen a bolygó. Mert nekik az a jó, ha az egész bolygón meleg van. Oké? Okay. Na most, de az emlősök nem bírják ezt a nagy meleget. Tehát az emlős már küszködik 30 fok fölött árnyékban. Ők meg még simán eltűrik az 50-et. Az emlős az nem bírja. Egy emlős fajta sem bírja
ezt a nagy meleget. És ezzel gyakorlatilag tönkre tudják tenni az életterünket, hogy melegszik a bolygó. Mit lehetne tenni például a bolygó melegedéssel szemben? Világ legegyszerűbb dolga. Nem tudom, miért nem csinálják meg. Meg kellene nézni, mit? Fehérre kellene mindent festeni. Jó megoldás, arra nem gondoltam. Kicsit sok festék kellene hozzá. Na, nézzünk egy egyszerű megoldást. Fölfedezték már a robbanóanyagot? Föl. Vannak olyan robbanóanyagok, amelyiknek nincs ott a hatása? Hogy ne lenne? Például a dinamit is ilyen, nincs utolhatása. Tehát sok olyan robbanóanyag, van nagy hatékonyságú robbanóanyag is, aminek nincs utolhatása. Tehát nem, az atombomba az nem jó. Következőt kellene csak csinálni, megnézni olyan vulkánokat, amilyen kicsit nagyobbak, és alvó vulkánok. És az alvó vulkánoknál elintézni azt, hogy fölrobbanjon. És egy vulkán körülbelül másfél fokot tud csökkenteni a bolygó hőmérsékletéből. Egy vulkán. A Krakatau vulkán több mint másfél fokot csökkentette a bolygó hőmérsékletét, mikor fölrobbant. Tessék? Hát... 1700-as években, vagy hogy, vagy 1800-as, valahogy, vagy ez, azt hiszem, vagy 1600-as, vagy 1700-as években robbant föl. És másfél fokkal csökkentette a Krakatau vulkánnak a hatását az Antarktiszon, megmérték a jégben. A jégben mérhető hatása volt. Tehát most azt mondják, hogy jó, akkor csökkentsük 3 fokkal a bolygó hőmérsékletét, mert annyit kellene mondjuk, akkor csak 2 vulkán kellene fölrobbantani. Tehát segíteni neki, hogy a robbanás létrejöjjön. Hát na, ezt nagy dolog, addig repülők nem közlekednének. De van más közlekedési eszköz. És ha nem közlekednének a repülők, akkor mi lenne? Hú, de nagy dolog, sok ezer éven keresztül nem közlekedtek repülők. És akkor mi van? Kicsit lassabb lenne a posta, meg a csomagok szállítása. És akkor mi van? Van elég vonat, van elég közút, meg van elég hajó, nem? A repülők nem mennének. Ó, hát de akkor mi lenne? A légi hadsereggel. Ugye? Baj lenne. Mert akkor azok sem működhetnének. Hát nem. Tehát ez úgy működik, hogy a bolygó azért melegszik, azért melegedett évezredeken keresztül, a jégkorszakból azért, utolsó jégkorszakból azért jöttünk ki, mert az utolsó olyan robbanás, ami óriási port vitt föl a stratoszférába, annak évezredek mire leszáll. Évezredek. És ezért van az, hogy régi leleteken több méter föld van, mert az a por, ami leszállt a stratoszférából, az több méter vastagságban lepte el a bolygót, az egész bolygót. Nem gondolkodott még senki azon, hogy hogy lehet, hogy minden régi leleten több méter föld van. Nem azért, mert az egyik helyről átfújta a szél a másikra, akkor ott luknak kellene lenni, ahol átfújta. Nem, az egész bolygón egyöntetűen több méteres por van, föld. Hát az a stratoszférából száll lefele. És ahogy a por száll lefele a stratoszférából, úgy egyre tisztább a légkör, és egyre több napsugárzás jön be a bolygóra. Ilyen egyszerű dolgok. Egyszerűen nem értem, hogy a kutatók ezt még nem tudják. Hát de nem hallani erről, nem olvasol a neten, erről egy szót nem hallasz, hogy a por leszállása miatt automatikusan melegszik a bolygó. És csak ennyit kellene csinálni, hogy 1-2 robbantás.
és már meg is van oldva a melegedés kérdése. Jó, hát akkor utána egy pár hónapig nem közlekednének repülők. Hú, de nagy baj. És akkor mi van? Oké? Na szóval, lényeg az, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol elég nagy mértékű tudatlanság van. És ezt a tudatlanság feloldására mi lettünk kiválasztva? A PPH lett kiválasztva. Van nekünk egy akadémiánk, amely segít ebben, úgy hívják, hogy nyílt akadémia, ahol coach szakmát adunk az embereknek, az ezt jelenti, hogy ember és életjobbító szakmát adunk az embereknek, ahol nem csak másokat tudnak arra segíteni, hogy a saját élethelyzeteiket jól tudják kezelni, tehát hogy képesek legyenek magukból és másokból kihozni a legtöbbet, illetve magukból kihozni a legjobbat és a legtöbbet, hanem önmagukkal kapcsolatban is el tudják érni az emberek, hogy képesek legyenek önmagukból kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Tehát ez egy csodálatos szakma, amit a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk. Ennek nézzen utána az oldalunkon, a ppa.hu weboldalunkon, nézzen utána, ott minden információt megkap, a coachképzések több százezres, tehát a részcoachképzések több százezres tétel, 100 000 forintos tétel, a teljes coachképzés több millió forintos tétel, kivétel a mi esetünkben, bárki számára elérhető összegű coachképzést nyújtunk. Az is ott van, hogy milyen coachképzéseket adunk, az is ott van az oldalunkon, hogy hány hónapos ez a coachképzés, az is ott van, hogy kötelezettségmentes az egész rendszer, az is ott van, hogy hogy tudja megoldani azt, hogy ön ebből profitáljon. Jó, tehát ez mind ott van. Tehát én most erről nem szeretnék beszélni, mert ránéztem az órára, és ledöbbentem, hogy hogy szaladt el így az idő. Na de mindegy, és így nem is beszéltem arról, ami a kiírt témánk. És a kiírt témánk pedig a siker 10 pontja. Így van. Na nézzük a siker 10 pontját, lehet, hogy annyi időnk lesz, hogy felsorolom. Valahol itt van a jegyzetem róla, meg is van. Na most melyiknek jobb lenni vajon? Sikeresnek vagy sikertelennek? Ki az, aki a sikerességre szavaz? Oké, tehát jobb a sikeresség. Maradjunk akkor ennél, jó? Ezzel foglalkozzunk egy picit. Első, a sikerességgel kapcsolatosan hozni kell egy elhatározást. Milyen elhatározást? Egy döntést. Milyen elhatározást? A döntés arra vonatkozik, hogy ön tanulja azt, amit eldönt, teszi azt, amit eldönt, és tanítani fogja azt, amit eldönt. Én nem mondom mindenkinek, hogy a PPH ez a döntés, de ha ön most hallgat engem, akkor tuti. Különben nem hallgatna. De most képzelje, mindenki a PPH-val foglalkozna, akkor kisütné a kenyeret. Oké. Okay. Tehát az, akkor ilyen halnánk, nem? Tehát ki csinálna ezt, ki csinálna azt, ki csinálna amaz, tehát nem mindenkinek kell a PPA-val foglalkoznia, nehogy azt higgyék, de ha most hallgat engem, akkor nagy valószínűséggel ugye az a döntés, hogy PPA.
Na szóval, akkor első, hogy hozzon egy olyan döntést, ahol tanulhat, teheti a dolgát és taníthat embereket. Ha nincs meg az életében ez a dolog, hogy ezt a hármat meg tudja csinálni, akkor keressen, nagyon keressen, mert különben rögtön a sikeresség első pontját nem tudja teljesíteni. És nem lesz sikeresség. Egyszerű a kérdés. Jó? Na nézzük a következőt. Szeresse azt, amit csinál. Tehát, ha eldöntötte, hogy mi az, amit tanulnia kell, tennie kell és tanítania kell, ez ugye egy dolog, akkor kezdje el, de gyorsan megszeretni. Nagyon fontos. Jó? Ne azt nézze, hogy a napi szinten milyen előnyöket hoz, hanem azt nézze, hogy hosszú távon mit hoz. Jó? Tehát még egyszer mondom, ez nagyon fontos, ne azt nézze, hogy napi szinten mit hoz az a dolog, vagy mit hozhat, hanem azt, hogy hosszú távon mit hoz. És ez a mit hoz, ez döntse el, hogy önnek mit jelent ez a mit hoz. Jó? Ezt én nem adhatom meg, hogy önnek mit jelent ez a mit hoz. Mindenkinek más. Akkor következő. Hozni kell egy elhatározást, következő elhatározást. Avval kapcsolatban, hogy azt végigcsinálja. Hát végigcsinálja. De nem fogja végigcsinálni, ha nem tudja, hogy az miért jó önnek vagy másoknak. Tehát ez a következő. Tehát találja ki azt, hogy az miért jó önnek, és miért jó másoknak. Akkor tud az ember komoly eredményeket elérni, hogyha képes szenvedélyt belevinni abba a dologba. Igen. Ez egy új pont, megint a szenvedély. Szenvedélyt akkor tud valamibe belevinni, ha valamit létre akar hozni, fel akar építeni, de azért akarja ezt megcsinálni, hogy valami rossz megszűnjön. Világos ez? Tehát, hogyha az, amit ön létre akar hozni, amit fel akar építeni, nem szüntet meg valamilyen rosszat, akkor nem lesz mögötte szenvedély. Érthető? Tanulnia kell, ez a következő, például azt, hogy hogyan adja át az ön szenvedélyét másoknak. Hogyan legyenek mások is szenvedélyesek az iránt, amiért ön már szenvedélyes. Nem tudom, világos-e? Ez egy következő pont. Na nézzük az utána következőt. Hinnie kell. Pozitívan hinnie kell az eredményekbe. Önmagába. Tehát fel kell vennie egy pozitív hitet
az eredményekkel, a történésekkel, az emberekkel és önmagával kapcsolatosan. Fontos az önbizalom, de az önbizalom akkor keletkezik, hogyha elkezdi elérni a részeredményeket. Tehát kisebb-nagyobb részeredmény elkezd jönni, és ez elkezdi megerősíteni az ön önbizalmát. És minél több részeredményt ér el, annál nagyobb és nagyobb önbizalma lesz. Mivel van már hite, vagy lesz ugye, ezen dolgozik, kezdenek jönni majd az eredmények. Ezért nagyon fontos, hogy dolgozzon azon, hogy ne adja fel. Ezt úgy hívják, hogy kitartás. Akkor is kitart, hogyha asztrológus sok nyelvén mondva rosszak a bolygóállások. Tehát akkor is kitart, hogyha az emberek ezt mondják, ha az emberek azt mondják, ha piros hó esik, ha cigány gyerekek potyognak az égből, akkor is kitart. Jó? Azt hiszem megvolt a 10, nem? Én nem számoltam. 9-et számoltunk? Akkor egyet kihagytam. Hát akkor valahol ott a 10 az elmaradt. Az a baj, hogy itt nekem egy pontban nincs leírva a 10. És akkor itt összekevertem. Ez megvolt, ez is megvolt. Akaratról beszéltem, nem? Tehát ugye így volt a sorrend, nézzük meg. Azt mondja, hogy volt először is egy döntés, így van. Utána volt az akarat. Akkor ezt hagytam ki, az akaratot. Ja, volt a szeressük, amit csinálsz, így van, a döntés után a szeresd, utána volt az akarat, nem? Elhatározás? El kell határozni, végigcsinálni. Én megvan, mit hagytam ki. Jó, az akarat, ez az elhatározás az. Itt kihagytam egyet, pozitív gondolkodás. Ezt kihagytam, de miért hagytam ki, nem tudom, véletlenül. Ez a tizedik. Megvan, mit hagytam ki. Ez a tizedik, mindegy, ez nem ide tartozott volna, hanem ez a tizedik, ez kérlek szépen, mindjárt mondom, az elhatározás után, tehát ez rögtön a harmad, hogy is van, egy, kettő, három, negyedik. A pozitív gondolkodás az a negyedik. Jó, oda kell berakni, csak valahogy túlmentem rajta. Jó, tehát fontos, hogy az ember az éremnek mindig a pozitív, tehát minden rosszban van valami jó, és minden jóban van valami rossz. És az ember soha ne a rossz oldalát nézze, hanem mindig a jó oldalát a dolgoknak. Jó? Tehát mondom még egyszer, minden jóban van valami rossz. Minden rosszban van, vagy minden, hogy is, tehát minden rosszban, nem, minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó, igen. De a negatív gondolkodású emberek
Ha minden jóban van valami rossz, akkor is a rosszat nézi. Ha minden rosszban van valami jó, akkor is a rosszat nézi. Ön nem lehet ilyen. Ha azt akarja, hogy sikeres legyen az életében, akkor az érem jó oldalát kell nézni mindig. Ha jön egy probléma, akkor például úgy kell közelíteni hozzá, hogy ezt miért kaptam. Nem azért, hogy jaj, Istenem, miért kaptam, miért vagyok ilyen szerencsétlen. Jó, tehát nem ebből a megfontolásból, hanem abból, hogy mit tanulhatok belőle, mit tapasztalhatok belőle, mit élhetek meg ezzel a dologgal. Érthető? Jó, tehát ez maradt ki, ez volt a tizedik. De ez a nem tizedik, negyedik. Tehát nem megy a többi, mert ez egy sorrend is, amit most felsoroltam. Jó, tehát nem megy, hogyha nem helyén vannak a dolgok. Jó. No, hát ennyi fért bele a mai első részbe. Hát remélem hasznos volt. No, tehát, ha tetszett az első rész, és lehetősége van a másodikra felcsatlakozni, akkor tessék felcsatlakozni. Ugye akik olyanok társaságában veszik igénybe az első részt, akinek a második, a coach képzésre lehetősége van, akkor ő igénybe tudja venni a második részt, ezt ugye általában egyszer lehet megtenni. Ha tetszett az első rész, és szeretne sokkal többet tudni az élet és az ember működéséről, arról, hogy képes legyen a problémáinak az okára rájönni, segíteni abban, hogy más képes legyen erre. Képes legyen arra, hogy megelőzze a problémáit, illetve ha már van probléma, akkor képes legyen megoldani, és ezekben tudjon másoknak is segíteni. Ha ön szeretne egy ilyet, akkor kezdje el a coachképzést, tehát a tanév kezdése önnek akkor kedden lenne. Tehát jövő héten kedden. Mivel ez a coachképzés a hangulattal kapcsolatos coachképzés, tehát a hangulati coach az most kedden kezdődött, ezért a ezt a csütörtöket meg a keddet meg tudja kapni grátisban. A coachképzés összegének nézzen utána, egyébként 30 órás coachképzésünk van, interneten is hozzáférhető élőben, és felvételről is megkapható. Az élő mellett természetesen, hang és videó formában egyaránt. Ha ön úgy dönt, hogy érdekli ez a dolog, akkor az első hónap 16 ezer forint, a második hónaptól árgaranciával 7 ezer forint. Ami nem azt jelenti, hogy egy hónap múlva is ennyi lesz ez a képzés. Kevesebb nem lesz. Azt az egyet garantálom, de azt nem garantálom, hogy egy hónap múlva vagy öt hónap múlva is ugyanezen az áron kezdheti el a coachképzést. De ha elkezdi, akkor árgaranciát kap a coachképzésére. Jó, úgyhogy mindenkinek van lehetősége átcsatlakozni a második részre, aki az imént megbeszéltek alapján a feltételek ugye adottak rá, és rá 15 percre, hogy befejeztem, kezdjük a második részt, ami fog tartani fél tízig. Úgyhogy mindenkinek további jó tanulást kívánok, és szép estét, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!